Az ukrán különleges erőknek sikerült megsemmisíteni egy orosz katonai menetoszlopot Zaporizsja megyében, adta hírül az ukrán vezérkar. A déli frontvonalon rendkívül intenzív harcok folynak, ahol az ukrán hadsereg igyekszik áttörni az orosz erődítéseket. A helyszínről haditudósítónk Olekszandr Kacsura jelentkezik. Jelenleg a frontvonal déli szakaszán vagyok, Zaporizsja megyében, Robotine közelében, ahol az ukrán ellentámadás teljes gőzzel halad. Őszintén szólva, én eddig még nem láttam ennyi harci, illetve felderítő drónt és ekkora tüzérségi erőt egy helyen összpontosítva, mint ami itt van. Amikor ide jöttünk, azt az utat, amelyen haladtunk, rögtön tűz alá vették az orosz kamikáze drónok, mert észrevettek bennünket, ahogy közeledtünk ehhez az álláshoz. Itt minden utat bombáznak, mindenhol kamikáze drónok repkednek. Rendkívül nehéz és veszélyes ezen a környéken haladni. A katonai állások között itt csak a lövészárok rendszerben lehet mozogni. Ha ugyanis az oroszok elkezdenek lőni, egyedül az ilyen lövészárok mentheti meg az ukrán katonák életét, amilyenben most én is vagyok. A golyóálló mellény és a lövészárok védít meg leginkább. Az orosz drónok ugyanis a legkeskenyebb nyílásokba is bejutnak, ahová lőszerrel már nem lehet behatolni. Ez már 21. századi hadviselés a javából, és nagy kihívás az ukrán hadsereg számára, amelyre válaszolni kell. Az ukrán katonák elmesélték, hogy egyetlen nap alatt 21 orosz katonai drónt lőttek le azzal a drónelhárító eszközzel, amely a rendelkezésükre áll. Mindez egyetlen nap leforgása alatt. Az ukrán katonák azt is elmondták, hogy az egyikük éppen a mezőn haladt, amikor üldözőbe vette egy kamikáze drón. Az oroszok egyetlen katonára pocsékoltak egy ilyen drónt. A harci állásokra gyakran érkeznek irányítható légirakéták. A közeli Orehovo városa romokban van, mindenfelé bombatölcsérek vannak. Hatalmas, akár másfél tonnás bombák hullanak. Ha két ilyen bomba eltalál egy 8 emeletes lakóházat, akkor az teljesen romba dől. Ebből fogalmat lehet alkotni arról, hogy mi folyik a déli frontvonalon Ukrajnában. Ez a TV, Alekszandr Kacsura, Jodosította.